Az lenne a javaslatom, mielőtt ezt a kidolgozott elméleti munkát a világjogáról, hogy kinek van joga a világhoz, megalkotjuk, hogy bizonyos alapfogalmakban meg kell egyezni. Ezek közé az alapfogalmak közé tartozik, miután benne van a címben, egyszerűen mi a világ és mi a jog. Mert annak alapján, hogy a jogot eddig filozófiai oldalról fölfogjuk, az nem jog. Lehet, hogy szóhasználatban beszélhetünk, de ez egy kicsit olyan, mint hogyha azt mondom, hogy szeretem a krumplilevest, és szeretem a feleségemet, ez nem ugyanaz az érzelem. Még akkor sem, ha ugyanazt a szót használom. Tehát a jog az egyenlőre legalábbis, úgy tudom, hogy méghozzá tudományos szinten is, le van foglalva a társadalmi szabályok egy bizonyos részének, és ott is csak egy bizonyos részének, rendszerének, amelyet általában gyökeresen visszavezettünk európai mintára, a római joghoz. És hadd tegyek itt egy egész rövid megjegyzést ezzel az Európával kapcsolatban. Ne keverjük, Európa az nem piac. Európa nem gazdasági rendszer, Európa nem kontinens, Európa nem állam, Európa kultúrközösség. Egy olyan kultúrközösség, aminek három lényeges összetevője van, ezek egyike jogi, a római jogi hagyomány, a másika etikai, a keresztény etikai szemlélet, és a harmadika pedig bölcseleti rendszer, a görög filozófia. És ha ez a három közül valamelyiket kibontják alóla, hogy egy három pilléren nyugvó sík, az általában fölborul, ha az egyik pillérét kivágják. Tehát nagyon vigyázni kell arra, hogy a jelenlegi világkatasztrófának az egyik oka is az, hogy ezeket a lényegi pilléreket, ezeket az elvi pilléreket bontogatjuk. Mert abban a pillanatban, amint az európai jogi hagyományt úgy értelmezzük, hogy ez a jogi hagyomány egy etikusan gondolkodó szabad társadalom belső szabályzata, amelynek a működési formái és összefüggései éppen a belső békét kellene, hogy szolgálják, és a surlódásmentességet, de amelyből, ha kivesszük az etikai célt, a felső alapot, akkor nem marad semmi. Nagy tévedése a 19. század egyes elméleteinek, amikor a római jogi elveket a francia forradalomban meghirdetve a egyenlőséget, testvériséget, meg a demokratikus elveket, elfelejtették, hogy a római polgári egyenlőséget és a polgári szabadságot, a tulajdon szentségét áthozzuk a modern társadalomba, akkor ott felejtsük az ókorba a cenzort, aki fülönfogta a római polgárt, ha visszaélt a tulajdonával. Erkölcsi kontroll alatt állt az a nagy római szabadság, és ha a római polgár nem tartotta magát ehhez a Mos Maiorumhoz, az ősök erkölcséhez, akkor kizárhatták abból a közösségből, gyámság alá helyezték, gondoskodtak róla, hogy ne pazarolhassa, ne tehesse tönkre azt, ami neki jutott, és hogy polgárhoz méltó életmód során használja fel a neki jutott anyagiakat. Rómának a történelme 1000 éves. Nyilván vannak ilyen és olyan szakaszok, és most elkezdünk történelmi példákkal játszani, én is tudok ellentéteket is fölhozni. De ez lényegi intézményrendszere volt a római jogszemléletnek, amelyet a modern adaptáció tökéletesen kihagyott belőle. És nem adott helyette semmi mást, mert ugyanakkor ez a 19. századi ideológia, a felvilágosodásnak a ideológiája, azt az erkölcsi kontrollt, ami Európában, a keresztény Európában megvolt, azt egyházi intézményrendszernek tekintve elvetette. És
kifejezetten szekularizálni akart. És ez a szekularizáció azt jelentette, hogy felszabadítsuk a piacot, szabaddá tesszük a nyereséghajtászást, felszabadítjuk az erkölcsi korlátai alól, felszabadítjuk az embert az alól, hogy a másik emberrel szemben felelősséget érezzen, hogy a rábízott világgal szemben felelősséget érezzen, és helyette azt mondjuk, hogy csinálhat mindent, ami belefér a jogba. A jog pedig nem helyettesíti az erkölcsi rendszert, nem is alkalmas erre, hogy helyettesítse. És ha úgy akarunk világjogot csinálni, hogy a világerkölcsöt ezzel helyettesítsük, akkor csődbe fog futni a játék. Nem megy. Nem alkalmas. Jogászként, immár ugye, vagy 60 éve a pályán mozogva emelt fővel, de be kell vallani, hogy sok mindenre alkalmas a jog, és jó lenne, ha betartanunk, és ha jó jogot alkotnánk, mert annak is megvannak a belső szabályai és összefüggései, és nem egészen mindegy az, akár többségi alapon sem, hogy azt mondom-e, hogy valami kötelező egy társadalomban, mint például a szolidaritás és a létminimumhoz való lehetőség biztosítása, vagy pedig csak törekszünk rá, és jó lenne, ha sikerülne. Mert akinek a hatalom adatik és az eszközök, annak felelőssége van azért, hogy azokat hogy használja föl, és milyen értékrendben használja föl. Nálunk pedig ez a felelősség, mintha kimaradna egyre inkább a jogból, érdekes módon, hogy abban a sokszor sztálinistának nevezett rendszerváltó alkotmányban még benne volt, az alaptörvényből azonban erősen visszafogottan tűnik ki a kötelezettség óhajként. Na, ennyit az előjáróban, és ezek után ugye azt mondjuk, kinek van joga a világhoz. Előbb idézte valaki Verbőcit, aki Ulpianustól vette, a római jogász a maga tankönyvének az elején azt mondta, hogy háromféle szintje van a jognak. Vannak olyan jogszabályok, és ez egy görög filozófiai gondolat egyébként, amelyeket a természet minden élőnek oktat, tehát például a családhoz való jog, meg a fészekhez, meg a barlanghoz, meg az otthonhoz való jog, vagy natura omnia animalia docuit. Vannak olyan jogok, amelyeket minden nép általában tart, omnes gentes predicue utuntur, ugye ez a jus gentium, a jus commune, amit tehát általánosan betartunk, és vannak olyanok, amelyeket a maga ízlése és felfogása szerint egy-egy nép magának alkot, legsajátosabb létazonosságaként őriz, és ez a jus civile, a adott polgári közösségnek a joga, az ő kiváltságos sajátja, és csak ránézve érvényes. És akkor most megfordítjuk a kérdést, mit is mondtak a rómaiak arról, hogy kinek van joga a világhoz. Hát ez is nem a világnak van joga minden esetre. A világ a római jogrendszer szempontjából dolog. Anyagi létezők sorozata, amelyből bizonyos lépcsőkön keresztül a egyes embernek joga van a saját szükséglete szerint, a saját vágyai szerint, a maga környezete, a maga eszközei, a maga világa számára részeket lefoglalni. Tehát a világban a senki dolgai vannak, mondta így a római jogász, res nullius, de ezen senki dolgokból lehet foglalni magunknak, és arra, amit lefoglalunk, azt mondhatjuk, hogy ez az enyém. A birtokos névmás ebből a szempontból jellegzetes képe annak, hogy az eredeti jogfelfogást, a rómaiak hogy fogták föl, az az enyém világa, meum est. Én lefoglaltam, én megvédem, madás szendációsan fejezi ki a paradicsom után, hogy ez az enyém a nagyvilág helyett. Megőrzöm azt, és kényszerítem nékem termeni. Ez az alapfelfogás. Aki elfoglalja, azé. Tisztelt hallgatóim, ma is áll
de az egész gyarmatosítási korszakon tulajdonképpen a modern történelem századain keresztül ez volt a divat, hogy aki előbb odaér, aki előbb kitűzi a zászlót, aki hamarabb húz föl ágyút, hogy védje a maga elődjét, azért el lehet foglalni. És utána, amikor már meglett az első világháború, mert az egyesek nem találtak már helyet a nap alatt, akkor azt mondták, hogy most pedig abba hagyjuk ezt a rendszert, és talán eléggé hipokrata módon, de azt mondjuk, hogy most maradjon minden úgy, ahogy van. Ne bántsuk egymást többé gyereket, akinek van, annak szerencséje van, akinek nincs, azt sajnáljuk, de újraelosztás nincs, újrafoglalás nincs, egymástól nem foglalunk. Tulajdonképpen primitív formában a római állam elején valami ilyen jön elő, a római polgár lefoglalja a dolgokat, amik neki kellenek, vagy amit a közösség neki kioszt, egymástól nem veszünk el, egymással szemben védjük kinek-kinek a sajátját, mégpedig joggal védjük, azzal a bizonyos jus quirites polgári joggal védjük, meum estex iure quiritium, ez a saját államunk joga szerint az enyém, mondhatta a római polgár, arra, ami tulajdon volt, és azt nem lehetett tőle elvenni, az nem szűnt meg, legfeljebb a dologgal együtt, a tulajdon átöröklődött a családban, de nem lehetett elvenni egymástól, csak átadni, nem lehetett jogcím nélkül erőszakkal elvenni, viszont az egész világon minden, ami nem római jog által védett, az elvehető a római számára, a győzi. Az idegentől, a provinciabelitől, a bárhol található szabad dolgoktól, vadaktól, halaktól, földektől, egyebektől. És ez a szemlélet elég sokáig uralkodott a római jog, mint pillér alapján az európai jogokban is. Ezen az alapon hódítottuk meg magunknak a világot, és csináltunk úgy, hogy ahova oda megyünk, ott ha nekünk úgy tetszik, akkor foglalhatunk. De ez a, amikor aztán lefoglaltuk, ugye, amikor aztán polgáriasítottuk a viszonyokat, akkor utána nem lehet többé hozzányúlni. Tehát az elsődleges, kié a világ, aki elveszi magának. Ez a jog kezdete, ez az okkupációs szemlélet föltétlen benne van a jogban. Most ezt az állapotot, mikor valamennyire civilizálódik és beáll, és egy rendezett társadalmi egységen belül, úgy szoktuk mondani, hogy egy államon belül jön létre, akkoriban civitaszt mondtak, az városállam volt, de hát lényegében az is birodalom volt, ott a jog utólag szentesíti, azzal, hogy egymástól már nem lehet elvenni. Tulajdonképpen az ősi folyamközi jogok, ugye, amelyek a Szentírásban tükröződnek, tehát amiket a keresztény etika is hordozott, és valami ilyet mondanak, mikor azt mondja, hogy fele barátod feleségét, meg fele barátod házát, jószágát ne kívánjad. Azt hagyd neki. Lehet szerezni, foglalni, de nem egymástól. Tartsuk meg a belső stabil viszonyokat. Tehát a második jellegzetessége, hogy kinek van joga a dolog, hogy aki egyszer arra jogcímet szerzett. Akár azáltal, hogy elismerték az ő eredeti szerzését véglegesnek. A foglalás is jogcím ebből a szempontból. De a más által való átruházás, a piacon való szerzés, és így tovább. És a harmadik, amikor valakinek a közösség juttat, addicit, az állam odaadja, odaítéli, vagy éppenséggel a közös zsákmány megosztásából leosztják neki, az is lehet az övé. Na most ezt átvitték utána nemzetközi szintre is. A közösség is, amit háborúban szerez, az az övé. Az közvagyon lesz a római jog szerint. A hadizsákmány, a közösen háborúval szerzett föld, a háborúban kifosztott. De hát ez nem kell, hogy római sajátosság legyen. Őseink, amikor ide bejöttek, és még távolról sem gondolkoztak római jogi kategóriákban, úgy vélték, hogy a
Szomszédtól nyilván nem szabad elhozni a legelőjéről a tehenet, de Bajorországból azt rabolok, amit akarok, ha át tudok lovagolni, és el is tudom hozni. Mert hiszen ezek a kalandozások a termelésnek egy kellemes formáját tették ki. Ezt a kellemes formát annak idején Láciumban latinok is gyakorolták, egy kicsit korábban, de ugyancsak nagy beleérzéssel, mondja Alföldi Géza, kiváló ókor történész kolléga. Tehát el lehet venni a másét, ha elég erős vagyok hozzá, és akkor majd a közösség, Arany Jánosnak van erre egy ironikus verse, rábólint és helyben hagyja azokat a viszonyokat, amelyek keletkeztek. Mert a közösség nem vállalja föl csak az elvek kedvéért, az főleg, hogy a gyöngéket megvédje, hanem amennyire lehet békét akar. Most ha nem jutunk el odáig, ezt teljesen egyetértek azokkal, akik ezt mondják, hogy fölemelkedünk még egyszer odáig az erkölcsi szempontig, hogy a világból, amelyen élünk, mindazoknak, akik rajta élnek, valamilyen módon meg kell élniük, és nem csak az embereknek, hanem az egyéb élőknek is meg kéne rajta élniük, akkor tönkre fog egy időn túl menni. De rengeteg politikai érdek, rengeteg anyagi érdek, rengeteg tehetetlenségi nyomaték fenyegeti ezt a helyzetet. És nyilván azok, akiknek sok van, azok nem szeretik elosztani. Erre a keresztény magaslatra, hogy a gazdagoknak lenni veszélyes, minden 2000 év kereszténység ellenére sem emelkedett fel, sem a keresztény erkölcsöt elvben valaha magáinak való Európa, sem az a világ, amelyet krisztianizálni akartunk. Köszönöm.